nagyon megkínozták, megverték, meg minden, és ő feláldozta az életét ezért a katolikus hitért. Mondja a magyar kanizsai major Teréz. Véleménye szerint Szabó Dénes tótfalusi plébános megérdemli, hogy emlékhelyet állítsanak neki, mert életét áldozta híveiért. A tiszamenti városban egyre többen emlékeznek meg a mártír halált halt papról. Sokan ismerik, hogy nagyon sokan beszéltek is róla. Azért mondom, hogy a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől hallottuk mi is jobban, mert még akkorában mi gyerekek voltunk. A lelki pásztort büntelenül hurcolták el Tótfaluból a partizán csapatok 1944-ben. Annak ellenére sem hagyta magukra híveit, hogy figyelmeztették a közelgő veszélyre. Terhelő bizonyíték nélkül napokig kínozták, majd megölték magyar kanizsán. És ha valaki a mártíraink közül megérdemelné azt, hogy a szentek sorába emeljük, ezt Szabó Dénes, átkutatva az újvidéki levéltár iratait, ő az, akire a partizán hatalom még utólag sem tudott gyártani semmiféle terhelőt, tehát igazán az ő szenvedése az mindenképpen egy szenthez méltó szenvedés volt. A börtönből szabadult raptása pedig annyit mondott, hogy Szabó Plébános úr annyit szenvedett, mint Jézus Krisztus a keresztván. Jelöletlen tömegsírban nyugszik, de alakja, derűs lelkülete és bátor kitartása felülemelkedik a kínzói gyilkosai gonoszságán. Méltatta Nyilas Mihály magyar kanizsa polgármestere Szabó Dénest, akinek mellszobrát tavaly tavasszal leplezték le Tótfaluban. Szavai szerint a most felavatott emlékhely az egész vajdasági magyarság megkövült fájdalmát és múltba tekintő igazságkeresését jelenti. A gyermekeink, a jövő generációja is jövő generációjának is emlékeznie kell erre. Azért, hogy ez ne ismétlődjön meg soha többé, és azért, hogy az ilyen példák valóban értékrendünk részévé váljanak, tehát tudjuk igazán értékelni az ilyen cselekedeteket. A magyar kanizsai Szent Pál templom kertjében felállított emlékhely az 5. vajdaságban, amely a 44-es vérengzések áldozatai előtt tiszteleg. Szabó Dénes plébános az életét áldozta híveiért. A tiszteletére felállított emlékhely örök tanúságú szolgál, hogy a II. Világháború szörnyűségei többé ne történhessenek meg.